Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok Veszprémből. Ebben a videóban is kommentekre válaszolok. Most már az újabban csak ilyen videókat kell csinálnom, de ennek örülök, mert ez azt jelenti, hogy van, aki nézi a csatornámat, és vannak kérdései a témákkal meg a videókkal kapcsolatban, úgyhogy válaszolok nagyon szívesen, hogy ha úgy gondolom, hogy olyan, hogy többeket is érdekel vagy érint. Illetve annak is örülök, hogy legalább így tényleg azokra a kérdésekre tudok kitérni, ami tényleg érdekel titeket. Nem csak beszélek itt dolgokról, ami lehet, hogy nem is fontos. Bár megmutatom most, hogy mennyi jegyzetem van, amit olyanok ezek, amiket én magam találtam ki, hogy szeretnék elmondani nektek, hogy ilyen videókat csinálni. Úgyhogy lehet, hogy majd arra is sor kerítek nem sokára. De most egy komment. Azt mondja, hogy a hajmosás napja az az első nap, vagy az azt követő egyes számú nap. Illetve, hogy jobb-e a hajnak éjszaka, ha leengedve, gumizva van, vagy hogyha össze van kötve. Hogyha a hajmos, tehát vegyük azt, hogy hétfőn reggel megmosod a hajad, akkor az az első nap. Ha hétfőn este, tehát a kedd a második, hogyha hétfőn este mosod meg a hajadat, éjszaka, akinek zsírosodásra hajlamos, az tudja, hogy éjszaka több fagyú termelődik, aktívabbak a fagyúmirigyek. Szóval én akkor is a hétfőt mondanám az első napnak. De lehet velem vitatkozni. Akinek nem zsírosodik a haja és nem fekszi el, az csak szárítsa meg, vizes haja, ne feküdjön le, csak szárítsa meg, annak szerintem tök mindegy. Akinek zsírosodik, az meg inkább reggel mossa meg, ha teheti, mert így azért nyer egy napot gyakorlatilag. A hajnak, hogy mi jó éjszaka, ha összekötve vagy nem, hát mi jó a hajnak, meg mi jó a frizurának, ugye? Két különböző kérdés. A hajnak mindenképpen az a jó, hogyha nem szorosan van összekötve, és nem vékony gumival vagy csattal. Tehát, hogy ne hagyjon benne nyomot. Egy vékony az ugye tud nyomot hagyni. Most az enyémben is egy vékony gumi van, és még egy ilyen is vékonynak számít. Elég gáz ez a hajgumi. De hogyha nem szoros, akkor végül is az én hajamban például nekem egy vékony, nekem egy nagyon rossz minőségű hajam van, tehát ennél általában csak jobbakkal találkozom. Ezek mégsem számítanak, tehát nem törik meg. Még az ilyen vékony, hát most megmutatom nektek, hogy mi van a hajamban egy ilyen. Ez sem. De... most ezért van itt a másik. Szóval... De nem is szoktam szorosan összekötni, tehát nekem meg is fájdult tőle a fejem, úgyhogy... Nagyon jó az info az oldalas kikopásról, mármint amit azt mondtam, hogy amelyik oldalon alszol, fekszel, azon az oldalon jobban kikopik a hajad, meg a szemöldököd, meg ráncosabb lesz az arcod. Csak borzasztó nehéz az oldalt alvásról leszokni, hát... Szintén zenész. Oké, jó, ez nem. Ilyen átmenetes vágás előnyös-e a vékony szálú lelapuló hajhoz? Tehát az olyan hajvágás, amikor nem egyhoz, tehát nem bob, nem ez, tudjátok, hanem amikor van benne átmenet, az a kérdés. Előnyös-e vékony szálú és lelapuló hajhoz? Én azt mondom, hogy... attól függ, hogy milyen a hajmennyiség, és milyen a hajmennyiség eloszlása a fejen. Mert ha vékony szálú valakinek a haja, akkor még attól lehet dús, még akkor is, hogyha lelapul, illetve fejek között nagyon nagy különbség van. Van, akinek mondjuk olyan a hajnövése, mint nekem, van, akinek sokkal közelebb nő a szemöldökéhez, van, akinek itt már még kevesebb van, mint nekem, van, akinek ez a része, tehát ahogy kezd, itt indul a hajnövés, a fej legmagasabb pontjáig. Van, akinek ez a rész tökre kicsi, meglepően kicsi, van, akinek egész hosszú, annak ugye több a haja itt. Nagyobb itt a feje, ez a része. A füle mögött még van hely, vagy hogy mondjam, meg előtte is bőven. Van, akinek alig éppen, hogy csak egy ilyen... Szóval, hogy annyi féle van, hogy ezt így nehéz megmondani. Attól is függ, hogy hogyan görbül a fej itt. Egyrészt, hogy egyforma-e, mert van, akinek nem. Másrészt, hogy ez inkább egy tojás, vagy inkább egy kocka, vagy milyen maga a koponyának a formája.
itt milyen magas. Van, akinek ilyen magas, mint nekem, van, akinek ez a hajnövés sokkal lejjebb van. Az már ott centik, ott már nagyon sok hajnő egy-egy ilyen centiméteres sávon. Szóval igazából én azt mondom, inkább döntsön az arcforma, hogy az arcodhoz milyen frizura áll jól. Van-e benne átmenet? Nem. Hol van benne az átmenet? Úgyhogy igenis, meg nem is. Tudod, hogyha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Én a fodrászomat is kérdeztem, csak hosszabb hajam van, összeszeretem fogni, és azt mondta, hogy csak elől előnyös nekem az átmenet az arcom két oldalán. Ha az egész hajam átmenetes lenne, még vékonyabb lenne a cof. Ez biztos, mert hogyha átmenetet vágsz, az azt jelenti, hogy kevesebb lesz a haj. Tehát lesznek hajszálak, meg részek, amik nem lesznek a fejeden, mert levágod, levágja a fodrász, mert átmenetet csinált bele. Ilyenkor a coffod, hogyha összekötöd, valóban, hogyha az átmenet mondjuk itt. Tehát most képzelj el engem. Itt van ez a fúfró. Ez egy nagy, vastag fúfrónak számít, eléggé mélyről indul, vagy messziről, vagy nem is tudom ezt, hogy mondják. Hogyha, és van hozzá egy olyan coffom, ami rettenetes nagy hajmennyiségemből adódóan, egy ekkora. Na most, hogyha ugye van átmenet a hajamban, na például ez most pont nem az, amit keresek, itt van ez, várjál, összekötöm, és akkor jobban fogjátok látni. Tehát, ez az átmenet. Átmenet, mert ugye nem ér le a végéig. Hogyha ez most éppen ugye beleérne a coffomba, de hogyha még hosszabb lenne, akkor ugye itt még több haj lenne, még vastagabb, mert nem csak ez az egy tincs az átmenet, hanem itt ez az egész rész. Tehát akkor ugye itt a vége még vastagabb lenne. Hogyha a fufrum is megnőne olyan hosszúra, akkor a fufrum nem ide lógna, hanem ide össze tudnám kötni, még vastagabb lenne a cofnak a vége. Tehát igen. Ilyenkor van az, hogy döntsd el, hogy mi a fontos. Van, aki attól érzi, tehát ha dúsnak vagy többnek akarod láttatni, vagy érezni a hajadat. Van, aki attól érzi annak, hogy vastag a vége. Tehát úgy érzi, hogy ha neki ilyen vastag a vége, ő akkor érzi azt, hogy neki dús a haja. Van, aki meg attól, hogy átmenet van benne, és ahogy be van szárítva, most az enyém az annyira nincs, de hogy ha ez be van szárítva, tudjátok, és itt kanyarodik, 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 hogy akkor itt is vége, ott is vége, ott is vége, ott. Van, aki meg azt mondja, hogy attól érzi dúsnak. Ezt mindenki szépen előtti. Van, aki szimplán csak attól érzi dúsnak, hogy a fej tetején nem lapul le, hanem ott megemelkedik. Akkor neki csak ide kell átmenetet csinálni, vagy nem is átmenetet, hanem vannak olyan puhítási technikák, amivel nincs átmenet a hajadban, csak meg van emelve mégis a hajadnak az a része. Azt is lehet. Annyi mindent lehet. Olyan jó ez a hajvágósdi. Csomó mindent lehet csinálni benne. Jó, elvesztettem a kommentemet, amire válaszolni akartam. Pillanat. Már régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mi a véleményed a házi hajmaszkokról. Én sok mindent kenek a hajamra, tanultam pár maszkot a YouTube-on is. Például aloe vera gélt, banánt, hidegen sajtolt szőlőmagolajat, lemmagzserét. Vásároltam kelatincsepet és pantenolt, ezekkel dúsítom a maszkokat. Az eredmény sajnos nem tudom ellenőrizni, mert az utóbbi években 4-szer szültem. De az meg tök jó. Hajhullás, szoptatáskor visszanév és újabb égem. Szembe jött velem egy videó, ahol egy csodaszép hajú keleti hölgy mutatja meg a hajápolási rutinját. Lemmagzseré, szappannal mos hajat, erős hagymatea spré, meg rozmarik tea spré. Csupa természetes dolog. Vajon tényleg tud ezektől, az egyszerű dolgoktól ilyen csodálatos lenni, vagy genetika is kész? Szerintem ott a keleti nőknél azért ott a genetika, tehát nekik azért annyira más a hajuk, és annyira ellenálló, és annyira jobb, mint a miénk, mint átlag európai, főleg ilyen hajnál, szóval azért szerintem a genetika nagyon sokat számít, amúgy nekünk is tud jó genetikánk lenni, tehát azért az én vendégeim között nagyon sok mindenkinek tök jó minőségű haja van, de mindenképpen vékonyabb, mint egy keleti ázsiai haj. A lemmagzseléről ugye a CGMS csoportban lehet egy csomót olvasni,
És jónak találom én is egyébként, akire kipróbáltam, vagy akinek ajánlottam, annak általában még bevált. És amiket felsorolsz, hogy miket raksz a haja, vagy ezekbe a maszkokba, szerintem ezek jó dolgok, hogyha jó minőségűek, tehát hogyha valóban benn van bennük az, aminek benne kell lennie. És így biztos, hogy tudhatni is. Egyébként maszkokban is, amiket meg lehet vásárolni, és fodrászoknak készült, vagy nagy közönségnek, csak ugye tubusban van, meg tégelyben, azokban is vannak ilyen hatóanyagok. Csak ugye az mellé még vannak emulgálószerek, vívőanyagok, minden, hogy ugye krémes legyen, könnyen felhordható, eloszlatható, szép legyen a színe, meg az állaga, meg ugye tartósítószer, hogy ne kelljen hűtőbe tartani, aztán 2 hét múlva így is úgy is megromlik. Szóval kb. Ez a különbség. Hogyha te ezt magadnak így meg tudod csinálni, és azt mondod, hogy ugye hát így a szülések igen, de a hajadnak tehát a mennyisége, tehát oké, szülésztoptatás, hullik, nő, izé, de hogy milyen a minősége? Mert hogyha azt mondod, hogy jó, akkor szerintem ez tök jó. Én egyébként nem állnék neki sosem ilyet csinálni otthon. Ez nem azt jelenti, hogy ez rossz, hanem az, hogy én nem ez a típus vagyok, de ettől függetlenül, hogyha valakinek ilyenek beválnak, főleg amiket te felsoroltál, mert aztán vannak hülyeségek is, amiket nem kellene szerintem, de egyszerűen biztos, hogy működik, működhet abszolút. Na, régóta festettem, hány perc van? Na, ezt még vesszük ebbe. Régóta festettem egy aranyló vöröses barnára a hajam, sok bókot kaptam rá, esküszöm, havi szinten biztosan. Előfordult, hogy még az utcán idegenektől is dicsérték, kérdezgették, mivel festem. Közben ráakadtam a csatornádra és a színtípusos hajas videókra. Elkezdtem foglalkozni a típusommal, a hajam visszafestettem az eredeténél némiképp sötétebb, de hamvas árnyalatúra. Azóta a kutya sem dicséri a hajszínem, de sokszor megjegyezték, hogy kipihentebb vagyok, szebb a bőröm, stb. Sokkal kevesebbet is kell sminkeljek, azóta szinte egy szempilla spirállal és egy kis szájfénnyel el vagyok. A régi hajszínem mellé azért kellett a smink bőven. Hogy úgy mondjam, eddig a hajam hordott engem, most én a hajamat. Nagyon köszönöm a tanácsaidat, imádom a tartalmaidat. Nem is hiszed el, hogy mennyire örülök ennek a kommentnek. Mert ez a lényege a színtanácsadásnak és a színtípus elemzésnek. Pontosan ez, amit írsz. Hogy tök jó az, ha megdicsérik az ember hajszínét. Tök jó, hát gyönyörű tud lenni egy hajszín. Hát főleg, amikor csak azt látod, amikor leural téged. Akkor persze, hogy mindenkinek feltűnik, és ha szépen meg van festve, és mondjuk szép az a haj, akkor persze, hogy mindenki azt mondja, hogy úristen, de szép, és bókol, és az ember tök örül neki. De ez sokszor ez a tévút. És látod, te is azt mondod, hogy most nem a hajszínedet dicsérik, hanem egyszerűen te nézel ki jól. Hát ez itt kérem szépen a lényeg. Hú, de köszönöm, hogy ezt megírtad. Ha folytatjuk egy következő videóban. Sziasztok!